Még 2008-ban szállt be a Szexádi Ariszka Kft. a szerbiai hulladékgazdálkodásba. A cég az Óbecsei önkormányzattal közösen létrehozta a Tiszamente Óbecse kommunális szolgáltató kft -t. Az Ariszka azóta a szerb vállalat 49%-át birtokolja, aminek az értéke 224 ezer euró, akkori árfolyamon számolva 69,5 millió forint. Most ezt a tulajdonrészt adná el a cég 113 ezer euróért. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai szerint viszont ez az összeg túl alacsony, ezért nem fogadták el az ajánlatot. Napi volt a régi Szexádi úszoda épületének eladása is arra is érkezett vételi ajánlat. Az ingatlan 2018 óta 185 millió forintért akarta eladni az önkormányzat. Az újonnan felálló képviselőtestületi többségnek viszont tervei vannak az egykori úszodával, rekreációs központot akarnak kialakítani ott, ezért a bizottság tagjai nem fogadták el az ajánlatot. Az önkormányzati tulajdonú intézmények takarításával kapcsolatban is döntés született. Az épületeket egy budapesti cég takarítja, aminek a szerződése december végén járt le. A cég továbbra is vállalná az intézmények takarítását, de csak a korábbinál 5%-kal magasabb áron. A gazdasági és városfejlesztési bizottság tagjai viszont nem akarnak többet fizetni, ezért megbízták a város jegyzőjét, dolgozzon ki, ha várja a tervet, hogy mit lehet majd akkor tenni, ha a takarító cég nem vállalja a korábbi áron a munkát. Emellett pedig elkezdik felmérni, hogy a városi intézmények nem tudnák-e saját alkalmazottakkal megoldani a takarítást. A Zöldváros projekthez kapcsolódó fejlesztéseket is teljesen átalakítanák a bizottság tagjai. A korábban kiírt közbeszerzési eljárást ezért eredménytelennek akarják a közgyűléssel nyilvánítatni, majd az előző városvezetés által tervezett száz új belvárosi parkoló helyett emeletes parkolóházat akarnak építetni az egykori fűtőműhelyén. A Mikes utcai idősek házán pedig energetikai korszerűsítést hajtanának végre, hogy az épület mintaprojektként funkcionálhasson. A bizottság tagjai emellett arról is döntött, hogy felkérik a hivatal dolgozóit, nézzék át, milyen pályázatokra tudna szexszert idén jelentkezni. A tervek között mások mellett egy munkásszálló megépítése is szerepel.